Alkoholistából Mr. Olympia. Maradjatok velem. Üdvözlök mindenkit, Tari Ádám vagyok, és a mai alkalommal egy érdekes témát hoztam. Egy olyan testépítőről fog nektek beszélni, aki egy tragédia miatt alkoholistává vált, majd ő lett a Mr. Olympia. Őt Sean Rodennek hívják. Sean Rodden 1992-ben kezdett a testépítésbe, az akkori Mr. Univerzum Johnny Stenberg hatására. Majd 2003-ban történt családjával egy tragédia, pontosabban édesapjával, rákban elhunyt sajnos, és hát ebben az időben sajnos Sean olyan szinten depressziós volt, olyan mélypontra került, hogy kemény alkoholizálásba kezdett, és felhagyott a testépítéssel. Sajnos ez alatt a pár év alatt lepukkant a csávó, elveszette minden izmát, és hát azt hitték az emberek, meg úgymond a többi testépítő versenyző, hogy jó, akkor ő neki ennyi volt, kár érte, mindenki sajnálta, de úgy voltak vele, hogy hát nem tudok vele mit kezdeni, úgyhogy hát el is felejtették elég gyorsan. Viszont 7 évre rá szépen lassan, fokozatosan felépült mentálisan, fizikálisan is, és elkezdett szépen lassan visszatérni a testépítés világába. Majd 2018-ban, mint tudjátok, ő lett az új Mr. Olympia, helyettesítve ezzel a 7-szeres Mr. Olympiát, Phil Heath-et. Jelenleg ő a valaha látott legidősebb Mr. Olympia, aki 43 évesen nyerte el a címet. Ez egy kinkeserves küzdelem volt számára, hogy eljusson ide, az útja tel is tele volt akadályokkal, kihívásokkal, tragédiával és kőkemény munkával. Mivel ezt a történetet nagyon inspirálnak gondolom, úgy döntöttem, hogy megosztok veletek egy rövidke kis, hát ilyen testépítés, motivációs kis videót Sean Roddenről, útjáról, életéről, és ezt fogjátok látni a következő pár percben. Jó szórakozást kívánok hozzá!
itt is lennék, kezdeném a véleményemmel, ugyanis igen, az elmúlt pár videóban megkérdeztem a ti véleményeteket, és én nem mondtam el az én véleményemet, és jöttek a kommentek, hogy én miért nem mondom el, és az teljesen jogos, érthető, úgyhogy mostantól itt fogjuk csinálni, elmondom az én véleményemet, aztán pedig megkérdezem titeket arról, ti mit gondoltok. Az én véleményem erről az, hogy szerintem nagyon inspiráló az egész történet, és megerősítette bennem ez azt, hogy tényleg nincsen lehetetlen, és azt is, hogy sose késő azzá válnod, ami lenni szeretnél. Viszont, ti mit gondoltok erről? Titeket inspirál Sean Roden? Mit gondoltok erről az egész történetről? Nyilvánvalóan nem mindenki alkoholistából lesz Mr. Olympia, tehát nyilvánvalóan kellett hozzá genetika is, adottság, tehetség, és hát kőkemény munka, úgy, ahogy már említettem. De írjátok le a komment szekcióba, hogy ti mit gondoltok, ti hogy látjátok, bármit írjátok le a kommentbe, hogy mit gondoltok Sean Rodenről, inspirált-e, stb. Aztán ahogy tudok, majd reagálok rá. Köszönöm szépen a figyelmet még egyszer, ha tetszett a videó, nagyon szépen kérek mindenkit, hogy nyomjon rá egy lájkot, osszátok meg. Köszönöm szépen a figyelmet még egyszer, Tari Ádám voltam, iratkozzatok fel, peace!